Köszöntöm a Duett nézőit, és szeretettel üdvözlöm Takács Tamás urat, akit hadd mutassak csak én most be az egyszerűség kedvéért úgy, hogy gyógynövény szakértő. Jól mondom? Köszönöm szépen, én is üdvözlök mindenkit. Részben igen, gyógynövényekkel foglalkozom most már jó pár éve, de nem nevezném magamat a szakma legavatottabb szakértőjének semmiképpen. Sok gyógynövény termesztésével, előállításával, használatával foglalkozom, illetve a kollégáimmal foglalkozunk. Én inkább a gazdasági részével foglalkozom, a háttér körülmények biztosításával, annak a tevékenységnek, amivel mi foglalkozunk, vagy amit mi végzünk. Hadd mondjam el nézőinknek, hogy erre a beszélgetésre úgy került sor, hogy mi találkoztunk a Nemzet Stratégiai Kutatóintézetben, ahol bemutattak egy olyan közös vállalkozást, amely Magyarországot és Szlovákiát, illetve a határ menti gyógynövénytermesztést segíti, vagy hát valamilyen körülmények között ápolja ezt a kapcsolatot. Így van, a mi szerepünk ebben a projektben egy ilyen háttérszakértői tevékenységnek a biztosítása. Maga a projektről, nem én vagyok a legszakavatottabb, aki erről tud a céljáról beszélni, de tulajdonképpen a határ menti megyékben gyógynövényes tevékenységet végző vállalkozások, vagy olyan gazdasági szereplők, elsősorban mezőgazdaságban dolgozók lehetnek ennek a programnak a kedvezményezettjei vagy részesültjei az eredményeiből, akik egyébként a határmenti területeken akár gyógynövények termesztésére alkalmasak lehetnek, illetve akik akár ezzel foglalkoznak, akár ipari szempontból, feldolgozásban, termékelőállításban lehetnek érintettek, és ez kimondottan egy olyan uniós támogatás, ami a határmenti együttműködést ösztönzi. Még azt is áruljuk el nézőinknek, hogy ön talán legalábbis hát ez lehet, hogy szubjektív megítélés, de hazánk egyik legszebb területén él, és termeszti a gyógynövényeket, és tart különböző bemutatókat a Balatonfelvidéken. Mindenképpen én is azt gondolom, hogy a hazánk egyik legszebb területén van szerencsém. Ez az első dolog, amiben mindenképpen egyetért vele, ugye? Így van, hát mindenkinek nyilván a saját környéke a legkedvesebb. Nekem a Balatonfelvidék az, én ott nőttem föl, és hát a mai nap is ott dolgozom. Nyilván a világ különböző pontjai megfordultam, és aztán utána részben emiatt a létesítmény miatt, amit mi most ott üzemeltetünk a Balatonfelvidéken, ezért is költöztem vissza oda. Mire koncentrál ön az ön vállalkozása elsősorban? Termesztésre, fajta nemesítésre, forgalmazásra, bemutatásra? A mi létesítményünk, ez egy oktató és látogató központ, elsősorban ismeretterjesztésről szól a tevékenységünk, amellett, hogy a környezetvédelem, természetvédelem szempontjait, biológiai gazdálkodás szempontjait próbáljuk meg ott érvényesíteni. Részt veszünk fajta nemesítési kísérletekben is, nem mi vagyunk ezeknek a kísérleteknek az elsődleges indukálói, mi inkább csak azt a növény tömeget, amit mi fenntartunk, és egyébként oktatási célzattal ápolunk, gondozunk. Ezekben vannak olyanok, amik egyébként kutatási szempontokból érdekesek lehetnek. Tehát próbálunk azoknak is kedvező talajt létrehozni, akik esetleg diplomamunka, szakdolgozati témában, gyógynövényes témát választanak és így tanulni akarnak gyakorlati helyszínen. Illetve nagyon fontos, hogy nem csak a területünkön termesztett növények, gyógynövények, hanem a Balatonfelvidéken található rengeteg gyógynövényfaj bemutatásának, megőrzésének, mint génbanki tevékenységet is végzünk, tehát megőrzése is a célunk alapvetően. És ha pozícionálni szeretném a szervezetnek a munkáját a gyógynövényes iparágban, akkor mi egy olyan oktató gyakorlati helyszín vagyunk, aki az akadémiai szintű oktatás és egy alacsony általános ismeretterjesztő előadás tanfolyama közötti területi űrt próbálja meg betölteni. Hát azzal a céllal, hogy ezt a hagyatékot, ami a Kárpát-medence területén egyébként egy eléggé korán felismert értéknek a továbbvitelét, megőrzését szolgálja. Egyébként a Balatonfelvidék talajviszonyai, klimatikus viszonyai azok
talán a legalkalmasabbak az országban a gyógynövény termesztésre? Nem is a gyógynövény termesztésre specifikusan, hanem a változatosság miatt. Igen. Nagyon változatos dombok a Balaton közelsége miatt, a bakonyi levegő időjárás befolyásoló, illetve a különböző mészköves, vörös homokköves, bazaltos területek azt a változatosságot adják, hogy a növényvilágban nagyon sokféle megtalálható itt nálunk. Ez az értéke elsősorban a diverzitás. Ilyenkor október végén, november elején még beszélhetünk arról, hogy valaki veszi a fáradtságot és a hátizsákját, és elmegy a mezőre virágot gyűjteni? Hát tragikus módon az idei időjárás sajnos lehetővé teszi azt. Azért mondom, hogy sajnos, mert a hosszú száraz nyári időszak, a csapadékmentesség tulajdonképpen egy olyan környezetet állít elő, a növények azt gondolják, hogy tavasz van megint, ezért virágoznak, de hát ugye tél fog következni, nem nyár utána, úgyhogy ezek el fognak pusztulni valószínűleg. Ilyen szempontból ez egy szomorú jelenség, amit látunk. Máskülönben, hogyha a tradicionális gyűjtési időszakokat nézzük, akkor a legtöbb virágos növényt, a legtöbb gyógynövényt is a nyári időszakban lehet találni. Tehát a tavasz végétől gyakorlatilag, ahogy a zöld hajtások elkezdenek előjönni, van olyan növény, ami már gyógynövények közül februárban virágzik, de hát a legnagyobb kincs az a június, július, augusztus hónapokban található, és ahogy közeledünk az őszhöz, ugye húzódik vissza a természet, egy-két virág ilyenkor még található, de inkább a különböző bogyós termések lehetnek a gyűjtőknek a célpontjai ebben az időszakban. A csipkebogyó most van abszolút a szezonja, a borókabogyónak a gyűjtése lehetséges, illetve esetleg egy-két gyökér, amit még ilyenkor, még a tél beállt előtt gyűjteni lehet, amikor a növény húzódik vissza a gyökerében, hát elég sok anyagot halmoz fel, ami értékes lehet gyógynövényes szempontból. Most, hogy mondja ezeket a bogyós gyümölcsöket, gyermekkorom mecsekében, ott mi állandóan szedtük a somot. Ilyen savanykás íze volt, és milyen magja, mihez tudnám hasonlítani. Tehát nem mint egy cseresznye vagy egy megymag, hanem egy kicsit hosszúkás. Mint egy dapolyamag, igaz? Úgy van. Manapság, ha én sétálok erdőkben itt Budapest környékén, soha nem találkozom erdei sommal. Nem tudom ennek pontosan mi az oka, nyilván aki erdőben gazdálkodik, az jobban láthatja ezeket a különbségeket. A húsos som Balatonfelvidéken megtalálható. Egyébként ez gyógynövénynek minősül? Így van. Hát az összehúzó hatású anyagok vannak benne elsősorban, ez az egyik fő felhasználási, tehát még hasmenés ellen jól lehet használni például a somot. Igen. Vitamintartalma is elég magas a gyümölcsnek, úgyhogy ilyen szempontból is egy somlekvár az nyilván vitamintartalma a főzés miatt már nem olyan jelentős, de hasznos. Kedves Tamás, köszönhetően önnek, hogy most mondta, hogy a somból miket lehet csinálni, miket lehet főzni. Azt hiszem, hogy most jutottunk el beszélgetésünknek ahhoz a pontjához, amely már igazán érdekli a mi nézőinket, mert eddig csak szinte a tudományos megközelítésekről szóltunk. Én nem kérem azt, hogy most sorolja fel azokat a gyógynövényeket, amelyek különböző betegségekre hatnak, hiszen ennek a műsornak nem ez a célja. De megkerülhetetlen legalábbis számomra annak eldöntése, hogy manapság ugye egyre többet hallunk arról, hogy az Európai Unióban hangoztatott, de nálunk is hangoztatott homeopátiás visszavonulás, az mennyiben befolyásolhatja. Nem mondom azt, hogy árthat vagy használ, mert én ezt nem tudom megítélni, de mennyire befolyásolhatja azoknak a munkáját, akik gyógynövény termesztéssel, begyűjtéssel, feldolgozásával foglalkoznak. Hát, maga a vagy jogosnak tartja egyáltalán ennek felvetését? Hogy maga a homeopátiának az alkalmazása, elfogadottsága milyen, nyilván tudományos alapról indulva, valóban kevés bizonyítékot tud a jelenlegi tudomány felmutatni arra, hogy a homeopátia hatásos lehet vagy működhet. Empirikus tapasztalatok léteznek ezzel kapcsolatban. A homeopátiában alkalmazott növények, elsősorban az erős hatású gyógynövények, mérgező növények kerülnek a homeopatikus vagy homeopátiában használt készítmények alapanyagai közé. Néven tudni kell az eljárásról, hogy a homeopátiában ugye nagyon erős higításokat alkalmaznak, nagyon több ezerszeres potenciált higítással találkozhatunk, tehát maga
Abban az értelemben, hogy a fitoterápiában, nyugati növényes orvoslásban alkalmazzuk a növényeket, tehát a hatóanyag szempontjából a homeopata készítmények nem igazán jelentenek nagy veszélyt a gyógynövény termesztőire, hiszen nagyon kis mennyiségben alkalmaztak egyébként sokféle növényt ugyan, de ennek a tényleges mennyiségi igénye az viszonylag alacsony a homeopátiában. Úgyhogy ilyen szempontból ez kevésbé érinti a gyógynövény termesztéssel foglalkozókat. Ha azt az oldalát feszegetem a kérdésnek, hogy az egészségpiacon, ahol különböző termékeket lehet vásárolni, és ott egyszer csak egy űr keletkezik, a homeopátiás készítmények eltűnnek a piacról, akkor nyilván olyan szempontból akár még pozitív változást is hozhat, ez nyilván csak egy elméleti gondolat, amit most mondok, hogy ha be kell tölteni az űrt, akkor lehet, hogy esetleg egy természetes gyógynövény alapú készítmény, ez lehet, hogy kedvezőbb annak a fogyasztónak, aki esetleg korábban homeopátiás szert választott. Azt meg sem kérdezem öntől, hogy hisze ezeknek a gyógynövényeknek a kedvező hatásában, mert akkor talán nem ülnénk itt és nem beszélgetnénk, igen. De úgy már talán érdekesebb a kérdés, hogy mit lát ön, mi a tapasztalata, hogy a magyar lakosság, a magyar gyógynövény fogyasztók mely termékeket preferálják leginkább? Tehát ha most egy olyan sorrendet akar felállítani, amelyben legjobban hisznek és legnagyobb mértékben fogyasztják Magyarországon, melyek azok? Hát reprezentatív felméréssel nem készültem. Arról be tudok számolni, hogy akik hozzánk érkeznek látogatók egyébként milyen típusú terméket keresnek. Alapvetően hozzánk azok a látogatók érkeznek, akik a minél kevesebb mesterséges művelettel vagy hozzáadott anyaggal állítják elő a fogyasztásra alkalmas gyógyszert. Tehát alapvetően a hagyományos növényi gyógyszereknek az alkalmazása azok keresettek. De egyéb más tapasztalatból azt is látjuk, hogy szétválik egy bizonyos értelemben a fogyasztói közönség, akár életkor szerint is, nem tudom pontosan milyen háttér lehet itt döntő kérdés, de hogy azok a típusú készítmények, amiknek nagyon csinos műanyag csomagolással, villogó, neonfényes festékkel elkészített, modern, akár kapszulázott vagy gyógyszerformában, tablettaformában elkészített, tehát nagyon mesterséges kinézetű termékek fogynak fiatalok körében elsősorban, idősebbek pedig inkább a minden naturálisabb, minden természetesebbeket szokták keresni. Magyarán, hogy inkább azokat a tejás szacskókat, így van, ugye? Így pontos. Amiben lehet látni a fűt, amiben meg lehet fogni eredeti anyagot, így van. Melyik a népszerűségi listavezető Magyarországon ezekből a füvekből, tejákból? Hát ezt nagyon nehéz megmondani, mert mindig időszaknak megvan más növénye. Ja, igen. Évről évre vannak új divatosabb növények, biztosan emlékszik mindenki a káposzta kapszulára, a útifű, maghéj készítményekre. Mindig van egy, amit jobban felkap, akár a egészséges életmóddal foglalkozó kiadványok, akár pedig a média, vagy akár a reklámok azt sugallják, hogy valamelyik növény hatásosabb lehet. Hát nyilván olyan növény, ami minden problémára megoldást ad, igen kevés létezhet, ha egyáltalán. Minden problémára, én nem felejtem el, Pécset volt egy professzorom, dr. Varga Károly, mi úgy hívtuk Pécset őt, hogy az utolsó magyar polihisztor, soha nem felejtem el a 20 évesen hallott mondatát, hogy kamilla teját, aki meg tudja inni, az minden betegségre jó. Ez részben így van, és akkor visszakanyarodnék a hit kérdésére, ha más nem, legalább egy placebo hatása azért lehet ennek a teafogyasztásnak mindenképpen. A kamilla nagyon ismert növény. Magyarországon is, és a világon is az egyik legismertebb gyógynövény, a teáját szinte mindenki fogyasztotta, mindenki ismeri az illatát. A Magyarországon a termesztésben is van kamilla nagy mennyiségben, illetve vadon is gyűjthető kamilla. Ismert növény, jó maga a beltartalmi értéke. Egyébként a kamillában nagyon sokféle hatóanyag kimutatható, több mint 100 féle hatóanyag lelhető fel, hogyha alaposan elemezzük az összetételét kémiailag, de ebből 6-8 olyan hatóanyag van, amelyik nagyobb mennyiségben, tehát ami ténylegesen hatóanyagot tartalmaz, hatást is ki tud fejteni, 6-8 féle hatóanyag található meg. Ezek a jellemzője gyulladás csökkentő elsősorban, úgyhogy mindenki egy inhalálásra, gyulladt állapotra, ha alkalmazza a kamillát.
tudni a somnál kell... már a főzés káros hatását, ön egy fél mondattal említette, itt nem befolyásolja a hatóanyagoknak a hatását? Nem igazából. A kamilla legértékesebb része a kis virágnak a feje. Uh-huh. Ebben illóolajok nagy mennyiségben találhatók, és ez a legértékesebb részéből készült tea tulajdonképpen egy egyszerű forrázással, rövid áztatással, 2-3 perces áztatással kinyerhető. Ha ennél hosszabb ideig főzzük, vagy áztatjuk, akkor illóolajos komponenseket elveszítjük belőle, tehát az elkészítésnél erre persze érdemes figyelni. Viszont ha mondjuk valaki szereti a kamillának az ízét, és egy keserű teát szeretne inni, akkor egy jó erős főzéssel, egy hosszú áztatással biztos, hogy keserű lesz ennek is az íze. Egyébként most tél előtt gondolom, hogy nagyon sokan fogyasztanak majd a hecsedliből, a csipkebogyóból készült teát. Ott ugyanez érvényes? Tehát ott sem árt neki a forralás? Hát a csipkebogyó más hatóanyag típusokat tartalmaz. Egyrészt a vitamin tartalma miatt fogyasztjuk elsősorban a csipkebogyót, a C-vitamin, ami hát a magasabb hő kezelés hatására azért elbomlik a C-vitamin. Uh-huh. Úgyhogy a legjobb csipkebogyó kivonat az nyilván egy hideg áztatással, hideg vízben, maximum langyos vízben készített több órán keresztüli áztatás, és annak a leszűrése és fogyasztása. Ha nem a C-vitamin tartalma miatt alkalmazzuk a csipkebogyót, tudományosan nem megalapozottan, de népi gyógyászatban régóta alkalmazzák a csipkebogyó magját veseköveség ellen, azt pedig főzni kell, tehát azt meg viszont forralással, főzéssel lehet kivonatolni, tehát más az elkészítés módja. A hatóanyag határozza meg tulajdonképpen, hogy mi milyen módon tudjuk azt kinyerni, és mi az, amivel tartósabban eltarthatjuk, illetve hogy a szervezet számára melyik hatóanyag fontosabb, ezt meg a felhasználónak kell elviekben eldöntenie. Hogyha egy egyszerű filteres csipkebogyót forró vízzel leöntünk, hát annak íz szempontjából élvezeti értéke van, ugye sok cukor is van a csipkebogyóban, de hát a C-vitamin tartalom is eléggé savanyúvá teszi a végterméket. De egy élvezetes finom ital, de mondjuk vitamin szempontjából nincs különösebb jelentőség, hogyha az ember forrázza, akkor nem lesz benne annyi vitamin, mint amire gondolna. Mennyire kell óvatosnak lennünk bizonyos gyógyteják, maradjunk a teja eseténél, fogyasztásakor? Valamikor én régen azt olvastam, hogy például nagyon kell vigyázni akkor, amikor csalánteját főzünk, mert csak ellenőrzött gyűjtésből szabad ezt megtenni, hiszen az útmenti csalán az a kibocsátott, gépkocsik által kibocsátott anyagokat felveszi magába, szívja, és utána mi a főzettel megisszuk. Ez nem csak a csalára, ez minden növényre igaz. Uh-huh. Tulajdonképpen a gyűjtés helye, a gyűjtés módja, a terület tisztasága az alapvetően a legfontosabb szempontok egyike. Ha minősítjük a növénydrogunkat, akkor a vizsgálatok közül az egyik mindenképpen a nehézfémtartalom, amivel ugye a földből kerül felszívásra, vagy egyébként a kipufogó gázok lecsapódásából a növény beépíti magába valamilyen módon. Hát ezért a javasolt távolság az legalább egy 100-200 méteres a nagyobb forgalmú utaktól való távolság. Olyanokkal is találkoztunk, akik azt gondolják, hogy maga a rászálló por okozza ezt, amit a gépjármű felver mondjuk egy poros úton, tehát egy erdei út mellett sem meri a növény gyűjteni. Nyilván ennek ilyen típusú rizikója nincsen, tehát ami a földről por fölverődik, az úgyis le fog róla majd szépen peregni, hogyha az ember megszerítje a növényt. Tehát egy elhagyott területen, hogyha az út mellett gyűjtjük, az kevésbé ilyen problémát, mint ha egy forgalmas műút mellett gyűjtenénk. Érdemes ezt nyilván elkerülni. A csalára is igaz, illetve minden más növényre is. A csalánnak a felhasználásával érdemesebb egyébként vigyázni. Nincsen különösebb kontraindikáció a csalán felhasználásának, viszont a pici apró kis tüskék, amik, vagy szőröcskék, amik a csalánon vannak, azok a nyelk a hártyát irritálhatják. Nem mindenki érzékeny rá, de hogyha valaki nagyon hosszú időn keresztül fogyasztja a csalánt, akkor a gyomor nyelk a hártya például az megsínyli, gyulladásba kerülhet. Illetve még egy másik szempont lehet mondjuk a túlzott fogyasztás ellen, hogy a kovasav tartalma elég jelentős a csalánnak, ami a vesére hat, és nem ajánlott ebből túl sokat fogyasztani.
Általában az a javaslat, én hüvelykúj szabályként mindegyik gyógynövényre elmondható, ha egyféle növényt alkalmazunk, akkor egy 3 hét alkalmazás után, akkor tartsunk szünetet, 1-2 hét szünetet mindenképpen, hogy legyen a szervezetnek ideje regenerálódnia, hogyha esetleg valami olyan hatást váltott ki a fogyasztott növény, ami aztán a folyamatos normál működéshez már nem szükséges. Ez nagyon fontos, amit most mondott, és hiányolom, hogy ez például egy gyógynövényes teja dobozra, vagy a teja levél zacskójára, miért nem írják ezt fel, amit most mondott? Ez jó kérdés. Van, aki feltünteti az elkészítés módját, de hogyha egy konkrét betegségre egy konkrét növényt fogyasztunk, és úgy kapjuk termékként a gyógyszertárban, mondjuk, akkor általában azon fel van tüntetve a felhasználási javaslat mellékhatásokkal együtt, és ez egy nagyon érdekes területe egyébként a jogi kerete, szabályozása, fogyasztói szabályozása azoknak a termékeknek, amik gyógynövény alappal készülnek el. Ugyanis ha az ember magának a kiskertben gyűjt valami növényt, ismeri a forrást, tudja, hogy nem permetezte, tudja, hogy ott nincs forgalom, és fogyasztja azt a tejet, hát arra nyilván senki nem fogja ráírni. Nyilván öreganyáinknak se írta rá senki a növénykéjére, hogy akkor pontosan meddig kell. Ezt a tapasztalati úton megtanulta egy hozzáértőtől. Egyrészt lehet, hogy ez is egyik oka annak, hogy ez nem merült fel igényként oly nagy mértékben, de aztán ahogy a ugye rendszerváltás után nálunk is most már szabad volt irodalmat kiadni a népi gyógyászattal kapcsolatban, ugye eléggé el volt nyomva ez a típusú gyógyítási módszer, elég kevés kérdőnyünk volt, megjelentek a magyar fordításai a Mária Trében asszony könyveinek, nagyon nagy népszerűségét is kapott, és akkor hát összehasonlításképpen figyelhető meg mondjuk Ausztria és Magyarország között a gyógynövény felhasználás, meg a népi fogyasztási szokások, mert Ausztriában ez nem volt soha ilyen tiltó korlátozás alatt, egészen más a tudás felhalmozott tapasztalat, és ott mondjuk ez nem ismerül fel annyira kérdésként. A korombeli emberekkel beszélgetek a határ másik oldaláról, hogy ők hogyan fogyasztják a tejákat, és ők ezt úgy tudják, hogy benne van a köztudatban. Nálunk egy hosszú, egy generáció tudatából ez már kikerült, úgyhogy ilyen szempontból is hát egy ilyen oktató ismeretelésztő munkát érdemes végezni. Talán azt sem tudja mindenki, hogy Hübele Balázs módjára nem lehet gyűjteni Magyarországon, mert szabályozott a gyógynövényeket. Talán nem árt, ha most felidézzük, ha nem is jogszabály idézésszerűen, hanem csak nagy vonalakban azt, hogy ha valaki veszi a fáradtságot és elmegy gyógynövény gyűjteni, miként teheti ezt meg? Természetesen most én az államnak a területeire, erdőkre, mezőkre gondolok. Világos. Általános szabály vonatkozik a gyógynövényekre, minden erdei termékre, gombára, bogyókra, egyebekre. Jelenlegi szabályozás értelmében magánszemélyként, fejenként napi 2 kilónyi mennyiséget gyűjthet valaki, hogyha szeretne gyűjteni állami erdőkből. Máskülönben, hogyha nem állami területen gyűjt, akkor a helyi tulajdonosával kell megállapodnia, hogy az a növény, amit ő gyűjtene, az kell. Hát egyáltalán, hogy bemehet-e ugye a területére. Persze, igen. Persze. Hát maga a területi kor, ugye erdő esetében nem szabad elzárni a területeket, tehát ott ugye áthaladását biztosítani kell az embereknek és vadaknak is, de maga a gyűjtés vagy a termék hasznosítása a tulajdonos beleegyezésekkel. Ez lehet szóbeli beleegyezés is, nyilván nem kell írásba adni. Egészen más a helyzet, hogyha védett területeket találtunk magunknak, ami ugye azért jó, mert védett eleve, ott biztos, hogy tiszták a növények is, vagy nagyon kicsi a valószínűsége, hogy ott ipari szennyeződés legyen jelen mondjuk növényvilágban. Ott viszont a terület gazdájától kell alaposan utána járni, hogy milyen engedélytípusok kellenek, ott sokkal több, összetettebb szempontok vannak a növényvilág védelme érdekében is. Úgyhogy ilyen szempontból nyilván, hát aki nem magán felhasználásra gyűjt, hanem ezzel foglalkozni akar, akár pénzszerzés, akár más egyéb módon, de szervezetten nagyobb mennyiségben szeretne gyűjteni, mindenképpen akár a jogszabályokat, akár az érvényes előírásokat mindenképpen nézze át és tartsa be őket egyértelműen. Ha már magán felhasználást említ, akkor milyen jó tanácsot tud adni azoknak az embereknek, akik kimennek az erdőbe és gyűjtenek, legalábbis tudomásuk szerint jótékony hatású gyógynövényeket, hogy miként fogyasszák ezeket, mert hát a gombára vonatkozó szabályokat ismerjük.
gombát szedünk, elvisszük a gombaszakértőhöz, megfőzhetjük, nyugodt szívvel megehetjük. Vonatkozik-e valami Hát ami, a gyógynövényekre? Ami gyakorlati szempontból érdekes lehet, ez a gombát azért többen gyűjtenek, mint gyógynövényeket saját felhasználásra. Nyilván a gyógynövény gyűjtési időszaka és a felhasználási időszaka nem biztos, hogy egybeesik időben annyira, mint a gombánál. Uh-huh. Ugye ott még aznap akkor, vagy másnap el kell készítenünk a gombapörköltünket, hogyha uh-huh. gyűjtöttük a gombát. Növényeket meg kell szerítenünk, és hogyha télen leszünk náthásak, de nyáron gyűjtöttük a növényt, addig tárolnunk kell. Hát alapvetően, hogyha valaki ismeret nélkül szeretne valamilyen növényt gyűjteni, hát ha gyűjteni lehet, csak ne használja fel addig, amíg nem bizonyosodik meg róla, hogy tényleg azt a növényt gyűjtötte össze, amit ő akart. Növényeket is könnyű összetéveszteni, a gombáknál is egészen apró kis jellemzők lehetnek, amik a mérgezőt az ehetőtől elválasztják. Úgyhogy ezt egy szakértőt kérdezzem meg róla akkor, hogy ez egy jó növényt gyűjtötte be, megfelelő időszakban gyűjtötte, hogyha ezt gyógyászatra akarja használni, vagy öngyógyításra, akkor mindenképpen egy legalább egy olyan kertészmérnököt vagy erdőmérnököt kérdezzem meg, hogy tényleg az a növénye. De annak nyilván nézzen utána, hogy melyik része tartalmazza a növénynek a hatóanyagot, amit érdemes felhasználni, azt melyik időszakban érdemes gyűjteni. Ezek mind befolyásolják azt, hogy mennyire hatékony gyógyszer lehet egy természetes anyag a környezetünkből. Kedves Tamás, köszönöm, hogy eljött hozzánk. Remélem, hogy nézőinknek szolgáltunk néhány jó tanáccsal, legalábbis azoknak, akik hisznek abban, hogy a gyógynövények fogyasztása, erdei termékek fogyasztása az jótékony hatással van az egészségükre. Nagyon szépen köszönöm a meghívást. Köszönöm még egyszer, kedves nézőink, köszönöm figyelmüket. Tartsanak máskor is a Duettel.